Juhú! Ezt nézd! Olyan vagyok, mint az izmos ember a Tarzanból. Senki sem packázhat ezzel a kis majommal. Most, kedveseim, nézzük csak meg, mit is csinál ez a ravasz, éhes krokodil amott. Ez a fickó azt gondolja magáról, hogy ő a folyó királya. Jó, jó, jó. Vajon ki legyen a következő ebéd specialitásom? Talán az a divatos csíkos zebra? Vagy talán az a jóképű papagájam ott a fán? Micsoda lehetősége. Buta ravasz, nagy éhes krokodil! Rosszalkodni szeretnénk? Igazam van? Na, de ide figyelj! Az igazi kincs az életben az a szeretet és a barátság, nem pedig, hogy felzavarjuk a szomszédainkat. Törődj a magad dolgával! Hát ennek a krokodilnak lenne egy más tanulnivaló leckéje. Megpróbál meg viccelni, de sose félj, csak figyelj a dzsungelben és légy kemény. Menj tovább, aki érez jól magad, élesítsd az elméd éles fogakra, a trükkjeire, de ne vess így, ma ki vigyáz, jön a krokodil, ma ki vigyáz, jön a krokodil. Mindig jó jön, ha odafigyelünk a környezetünkre. Igazam van? Ó, ne! Itt a krokodil! Hello, kis majom barátom! Szeretnél hallani egy viccet? Persze! Imádom a vicceket! Kezd csak el, figyelek! Ha, ha, ha! Miért nem szeretik a krokodiluk a gyors kaját? Feladom! Miért? Mert soha nem tudják elkapni. Ó, Mr. Krokodil, most jól megvicceltél. A humorod olyan éles, mint a fogaid. Á, mikor az én koromba érsz, te is megtanulod majd, hogy a jó viccek egy kicsit szebbé teszik a napjaidat. Tudod, kis majom barátom? Kérnék tőled egy szívességet, és utálom ezt megkérdezni, de hát ha, tudsz nekem segíteni. Persze, mondd csak. Mindig segítek a barátaimnak. Nos hát, úgy hallottam, hogy neked van a legédesebb, legfinomabb szívecskéd az egész dzsungelben. Igazából az egész földkerekségem, és hát azon gondolkoztam, hogy megkóstolnám. Csak egy kis kóstolót szeretnék. Nem, Mr. Krokodil! A szívem tart engem életben. Az nem azért van, hogy megegyed. De azt mondtad, hogy segítesz nekem, és igazán boldoggá tenne, és elégedettséggel töltene le, ha egy kicsit közelebb jönnél. Csak egy icipici kóstolót. Ne tévezd össze a kedvességem a gyengeséggel, Mr. Ravasz Krokodil. Nem tanított téged az anyukád jó modorra? Az igazi boldogság az életben, a szeretet nem attól leszel boldog, hogy megeszed a szívemet. Nekem nincs szükségem barátságra vagy szeretetre. Nekem a szíved kell. Figyelj, Mr. Krokodil! Ha belekóstolsz a szívembe, az azt jelenti, hogy nekem végem. Hallod, amit mondok? Finito! Ezt szeretnéd? Már elnézést! De ha önző vagy, és rossz dolgokra gondolsz, a végén mégiscsak te sodrod magadat bajba. Te ennél sokkal jobb vagy, Mr. Krokodil úr. Igazad van. Nem is tudom, mit gondoltam. Sajnálom. Bolond és önző voltam. Igazán sajnálom. Semmi gond. Megbocsájtok neked. Most pedig tegyük félre a nézeteltéréseinket. Lehetünk barátok. És vigyázhatunk egymásra a dzsungelben. Ha 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 ha
Aha. Hú. Ezt figyelsz, haver! Mi az? Tudom, hogy merre vannak a kókuszdiófák, és a kókuszdiók szuper fincsikám. Nyomás arra felé, és együnk egy kis fincsi ropogtatni valót. Mit szólsz? Kókuszdió mi? Az Isten ilyen hangzik. Azok után, ahogy veled viselkedtem, meg akartalak enni meg minden. Nem is értem, hogy miért engedett, hogy veled tartsak. Nos, mert én hiszek a barátságban, és az osztozkodásban. Szóval arra jutottam magammal, hogy miért ne élvezhetnénk közösen a kókuszdiót. Mint a barátok, sokkal jobb, mintha én lennék a rágcsálni való, Mr. Krokodil. Tudod mit, haver? Te egy igazi barát vagy. Igazán értékelem a kedvességed és az örömöt, amit az életembe hoztál. Gyerünk, nyomás, keressük meg azt a kókuszdiót! Ez az, gyerünk! Találjuk meg azokat a kókuszdiókat! Hurrá! Ez aztán a szép nap! És ez, barátaim, a mese vége. Remélem tetszett a történetünk a majomról és a krokodilról. Mielőtt viszlát intenék, erre emlékezzetek. Szerezzetek örömöt a barátaitoknak és a családotoknak, hiszen ők a legértékesebbek az életben. És ne felejtsetek el szeretni, ne felejtsetek kedvesek lenni egymással. Sziasztok, kedveseim! Egyszer volt, hol nem volt. Élt egyszer három medve egy kunyhóban, mélyen az erdőben. Volt egy papa maci, egy mama maci, és az ő icipici cuki-muki kis maciuk. Ők voltak a legboldogabb család. Együtt ettek, sztorikat olvastak minden nap együtt, és minden nap társasoztak, persze azt is együtt. Nektek van kedvenc társasjátékotok? Igen. Hát azt én is szerettem volna a tikorotokban. Mikor még kicsi voltam, emlékszem, játszottam bent a házban is, meg kint az udvaron is, labdáztam, bujócskáztam. Ó, te jó ég! Már megint elkalandoztam. Na de gyerünk vissza a sztorihoz! Egyik reggel mama Maci elkészítette a legfinomabb reggelit, hiszen icipici cuki-muki kis Macinak szülinapja volt. Elkészítette neki a kedvenc reggeli elemózsiáját, egy teázapkását. Az nagyjából olyan, mint a zappehely. Megterített a reggelihez, de a zapkása még nagyon forró volt. Túl forró, hogy megegyék. Szóval a Maci család úgy döntött, hogy amíg kihűl a reggeli, addig felkerekednek és elmennek sétálni egyet. Úgy gondolták, hogy vicces lenne bemenni az erdőbe és bujócskázni egyet, amíg hagyják kihűlni a kását. És így is tettek. 1, 2, 3, 4... 5. Na merre bújhattál? Megtaláltalak. Ó, kedveském, hát megtaláltál. Merre is lehet az én icipici cuki-muki kismedvém? Vajon merre bújhatott el? Megvagy! Engem is megtaláltál, papa. És így folytatták tovább a bujocskázást még jó néhányszor. Na most. Emlékeztek, mikor azt mondtam, meg tudjátok, hogyan nem szabad viselkedni? Aha! Nos, ezt figyeljétek! Amíg a medvecsalád nagyszerűen töltötte az időt kint az erdőben, el voltak foglalva a saját bujócska bizniszükkel, arrafelé sétált egy kislány, akit aranyfürtöcskének hívtak. Sétált az úton bajt keresve magának. Meglátott a távolban egy aranyos kis kunyhót, és azt gondolta magában... Bekapogok az ajtón! S ha senki nem nyit ajtót, bemegyek, és megnézem, mit találok. Ha találok valamit, ami tetszik, elveszem. Enyém lesz, az enyém, az enyém, az enyém! Ez úgy hangzik nektek, hogy így kell viselkedni? Persze, hogy nem. Ez nagyon rossz viselkedés. Hello! Itthon van valaki? Mondta fürtöcske. De senki nem válaszolt, hiszen az aranyos medve család még mindig kint volt az erdőben, és bujócskáztak. És ez az a pont, ahol minden baj elkezdődött. Fürtöcske kinyitotta az ajtót, és beleszimatolt a levegőbe. Valaminek nagyon finom illata van. Tehát Fürtöcske bement, egyenest az étkezőasztalhoz, ahol mama Maci elkészítette a reggelit.
Az asztal nagyon gusztusosan volt megterítve. Mit csinál fürtöcske? Minden székre odaül, ahova csak a kis önző szíve vágyik. Először belekóstol a papa maci zakkásájába, de az túl forró volt neki. Azután belekóstolt mama maci zakkásájába, de az meg túl hideg volt neki. És azután átnyergelt icipici cuki-muki kismaci tányérjára, nos, és az pont jó volt neki. Ő az utolsó szemig megette kismaci zapkásáját. Nos, ezután átsétált a nappaliba, ahol három széket talált. Úgy érezte, le kell ülnie, mert korgott a pocakja. Először leült papa maci székére. Ó, ez a szék túl nagy! Majd leült mama maci székébe. Ez a szék meg túl kicsi! Majd leült icipici cuki-muki kismaci székébe, és az pont jó volt. Hintázott ide-oda, előre-hátra, előre-hátra, és egyszer csak zuty, puff, eltörte a széket. Ó, nem! Mit csináltál, fürtöcske, már megint? Fürtöcske? Ó, nem! Törsz és zúzol, fürtöcske? Nyomás haza! Törsz és zúzol, fürtöcske? Nyomás haza! Nyomás haza! Az önző kisasszonyt feldúlta a baj, amit csinált. És úgy döntött, bemegy a hálószobába, ahol a három medve ágya volt. Most akkor leheveredek egy kicsit, mielőtt hazamegyek. Először papa medve ágyára feküdt le. Ez az ágy túl nagy! Azután mama medve ágyára feküdt le. Ez az ágy meg túl kicsi! És persze ezután az icipici cuki-muki kismedve ágyára feküdt, és mit gondoltok, mit mondott? Igazatok van! Azt mondta, ez az ágy pont jó lesz nekem! És azzal fürtöcske álomba szenderült. Időközben a medvék befejezték az erdei bujócska játékot, és szépen hazafelé tartottak a kunyhójukba. Amint kinyitották az ajtót és beértek a konyhába, a papa maci felhördült. Valaki beleevett a zapkásámba. Aztán mama maci is megszólalt. Valaki az én zapkásámba is beleevett. Az icipici cuki-muki kismaci sírva megszólalt. Valaki az én zapkásámba is beleevett, sőt megette az egészet. A három medve megérezte, valami nincs rendben itt. Beléptek a nappaliba. Valaki beleült a székembe, mondta papa maci. Ó, valaki beleült az én székembe is, mondta mama maci. Azután félelmetes látvány következett. Valaki az én székembe is beleült, és eltörte. Sírdogált az icipici cuki-muki kismaci. Ó, nem! Mit csináltál, fürtöcske, már megint? Fürtöcske? Ó, nem! Törsz és zúzol, fürtöcske? Nyomás haza! Nyomás haza! Nekünk itt problémánk van, kérem szépen. Bajt szimatolok. Kövessetek halkan. Szorosan a hátam mögött. Mondta papa maci. A medvék halkan beléptek a hálószobába. Valaki befeküdt az ágyamba, mondta papa maci. Valaki befeküdt az én ágyamba is, és nézzétek csak, összegyűrte a lepedőt, mondta mama maci. Valaki aludt az én ágyamban is, és nézzétek, még mindig alszik, és horkol. A medvék úgy begurultak, hogy kiengedték mély medve üvöltésüket.
Az üvöltés olyan hangos volt, hogy nyomban felkeltett a fürtöcskét. A rossz kislány úgy megijedt, gyorsan kiugrott az ágyból és kirohant a házból olyan gyorsan, amilyen gyorsan csak tudott. Hű a betyár mindenit! Nem tudom, ti mit gondoltok, de én soha nem mennék be hivatlanul valaki másnak a házába. Ez igencsak rossz viselkedés. Nem igaz? A medvék szóltak is telefonon fürtöcske anyukájának, s úgy hallottam, a szülei ezután elvették a mobiliát és a tabletjét is. Több hétre is. Köszönöm szépen, hogy csatlakoztatok hozzám itt a Roberto család csatornáján. Reméljük tetszett a mesénk. Nagyon büszke vagyok rátok, hogy ilyen jól viselkedtetek a sztori alatt. Tartsátok meg ezt a jó szokásotokat, és találkozunk legközelebb. Ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, és nyomjátok meg a kis piros csengőt, hogy értesüljetek legújabb tartalmainkról. Sziasztok, a következő mesénkig!